120 évvel ezelőtt kezdődött a Jós András Oktató Kórház története, amelyet az ott dolgozók két nagy periódusra osztanak fel. Az első 100 évet nagy emberek nagy tettei korszaknak nevezik, akik a tudásukkal létrehozták az ellátórendszert. 169 ágyas intézményből vált megyei ellátóvá a kórház, ez a növekedés pedig új kihívások elé állította az ott dolgozókat is. Ilyenek az előregedő társadalom, az óriási ütemben elindult technikai fejlődés, az informatikai robbanás, a mindent átható demokrácia, a minden téren jelentkező migrációs jelenségek, a civilizációs betegségek és sorolhatnám. Ezek olyan meghatározó külső tényezők, amik most már kívülről hatnak egy intézmény fejlesztésére, és igazándiból a fejlődést, a 21. századot az határozza meg, hogy egy intézmény ezeknek az elvárásoknak akar megfelelni. Ennek egyik legfontosabb mérföldköve volt a Jós András Oktató Kórház életében a tömbkórházzá alakulás és az ehhez tartozó beruházások megvalósítása. Tömbkórház beruházása előtt a kardiovaszkuláris tömb 80-as években, ugye most kicsit visszafelé lépegetve a sebészeti tömb. Ezek a építkezések, ezek az épületek, ezek adták azt, hogy ez egy nagyon magas színvonalú szakmai munkát is kellett hozzátennünk. Ennek a nagyon magas szakmai munkának az eredmény és következmény az, hogy megyei ellátók lettünk, tehát a megye egyéb kórházainak is tulajdonképpen ugye egy integrált intézmény, vezérhajója vagyunk. Többek között ezen fejlesztések miatt foglal el előkelő helyet országos szinten is a Jós András Oktató Kórház. Ekkora méretben azért a klinikai tömbök és a klinikai kórházak szoktak rendelkezni, de ez egy természetesen egy speciális helyzet, létrejött ez a tömbkórház, és ebben a tömbkórházban gyakorlatilag az a több kórháznak a csoportosulása, illetve ennek a nagy területnek az ellátása megvalósult. Én azt gondolom, hogy a kezdeti nehézségek után azért történtek olyan szervezeti átalakítások, illetve maga a tömbkórháznak a létrehozása egy sikertörténet. A régi elemek felújítása még hátra van. Az egészségügyi fejlesztésekért felelős helyettes államtitkár szerint azonban ezek fejlesztése és átalakítása is szükséges ahhoz, hogy továbbra is kiemelkedő színvonalú ellátást tudjon nyújtani a Jós András Oktató Kórház.